Isten, hogy arról nem tudom, hogy nincsen, aki földön fekszik, de megrángattak, megütöttek. Lerángattak rólam a sapkát, kilöptek az épületbe, és ott álltak a készenléti rendőrök. A rendőrök, mi a baszt csinál, bazd meg? És tétlenül nézték, hogy a képviselőket rángatják. Arra szeretnék kérni minden civil, hogy menjen most ki egy kicsit, hogy be tudjunk jutni az épületbe. Mert a képviselőtársaink nem fekszenek a földön, és be kell oda jutnunk. Annak érdekében, hogy segíthessünk nekik. Ó, a kezem. Be fogunk jutni. Meg kell keresnünk azt az embert, aki ezt az épületet ki tudja nekünk nyitni. Addig nem megyünk el innen, mi be nem jutunk. Arjó lesz a képviselő úrhoz. Szerencsére több képviselő is bejutott már hozzám. Bejutott ide. Ide velünk, itt vannak a sajtó képviselői is. Persze azok, akik megrángattak bennünket, azok most gyáván elszaladtak. De azok kik voltak? Nem is értem. Kik voltak, akik megrángattak? Az MTVA külső biztonsági őrei voltak, azok itt álltak. Lukács László képviselőrépül készült kijönni, és gondoltuk, hogy akkor legalább ez az alkalom lesz, hogy bejövünk, ugyanis a rendőrség itt lévő képviselője arról tájékoztatott, hogy jogom van belépni az épületbe, tehát keressen meg a módját, hogy bejöjjek. Ők segíteni abban nem tudnak, hogy jogaimat gyakoroljam, ami önmagában is hát eléggé meglepő. De ha jól értem, hogy a rendőrség nem tudja elérni azt, hogy egy közintézmény. Nem, igen, ezt mondta. Nem tudják elérni, hogy nem. Jól értettem. Cserhez kellett folyamodnunk, amikor egyik képviselőtársunk jött ki, bedugtam a lábam a részbe, és szóltam vadai képviselőasszonynak, és igen, és próbáltunk bejutni, de megpróbáltak kitaszítani. Gyakorolhassuk a jogainkat. És azt szeretnénk elérni, hogy ebben az épületbe bejussunk. Csak közben mindenkinek, az egész világnak tudnia kell, hogy miközben a rendőrség világosra tette számomra az előbb, amikor Varjú László képviselőhoz szerettem volna bejutni, hogy országgyűlési képviselőként jogom van ebbe az épületbe bemenni. Amikor megpróbáltam bejönni, akkor egész egyszerűen, hiszen Lukács képviselő úrtól tudtuk, hogy ő jön ki, tehát gondoltuk, ez egy alkalom lesz, hogy jogszerűen belépjünk az MTVA épületébe, akkor egész egyszerűen ezek az emberek, képviselő úr, aki kilöktek bennünket az épületből, az a legkevesebb, hogy Pintér Sándor azonnal távozik a belügyminiszteri posztjából. Tudnia kellett azt, hogy mi történik az MTVA épületében, hiszen reggel már a titkárságán keresztül szóltam neki, de most már itt nem arról van szó, hogy a rabszolgatörvény ellen tüntetünk, most már itt nem arról van szó, hogy 5 pontot akarunk, most már azt akarjuk, hogy takarodjanak ezek, mert elegünk van abból, hogy nőket ráncigálnak ki az épületekből, középületekből, hogy országgyűlési képviselők nem gyakorolhatják a jogaikat. Úgyhogy most megpróbálom megtalálni a módját annak, hogy valahogy bejussunk az épületbe, mert egyébként ez meg itt be van zárva, a nagy bátor legények meg eltűntek valahová, úgyhogy megpróbálom. Mi arra kérjük a sajtó képviselőit, hogyha lehet, ne menjenek ki, mert akkor nem fognak tudni visszajönni, és mi nagyobb biztonságban érezzük magunkat akkor, hogyha önök itt vannak.